1900 lejre növelte a kötelező bruttó minimálbért január 1-től a kormány. Ebben az összegben benne van az a társadalombiztosítási többletköltség, amelyet szintén januártól az alkalmazottnak kell fizetnie a munkáltató helyett. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenleg minimálbéres alkalmazottaknak nem nő látványosan a fizetése. A számítások szerint mintegy 50 lejjel kapnak többet kézbe, ha továbbra is minimálbérért dolgoznak. Mára van egy határozattervezetünk, amit egy hónapja már megígértünk. Ez a garantált pótlékok és kiegészítések nélküli minimálbér növelését tartalmazza 1900 lej szintig. Ez az összeg megfelel a kormányprogramban szereplő 1550 lejnek, plusz az alkalmazottak terhére áthozott társadalombiztosítás mértéke.